Jó estét kívánok, köszöntöm a nézőket! Az elmúlt napokban már ízelítőt adott magából a tél, volt hó is, eső is. Ilyenkor az autósokat, illetve hát a közlekedés résztvevőit sokszor váratlanul érinti. Erről fogunk beszélgetni ma este Karácsony Béla rendőrszázadossal, a Hajdúszoboszlói Rendőrkapitányság munkatársával, hogy mire figyeljünk oda, és természetesen nem csak az autósok, hanem a közlekedés többi résztvevője, a kerékpárosok és természetesen a gyalogosok is. Szervusz, jó estét kívánok! Jó estét kívánok, üdvözlöm és a kedves nézőket! Valóban, ahogy mondtad, megváltoztak az útviszonyok, megváltoztak a látási viszonyok, megváltozott a környezetnek a hőmérséklete. Ez nyilván nem csak bennünket, a mi szervezetünket, hanem a gépjárműveinket is fokozottan igénybe veszi. Ezért érdemes tanácsos ilyenkor mindig előszedni, megtalálni az akkumulátort a gépjárműkbe, megnézni, hogy annak milyen töltöttségi állapota van, a csatlakozók milyen állapotban vannak. Ebben az időszakban is nyilván kiemelt fontosságú az, hogyha közlekedünk a járművel, ugye az ablaktörő lapátunk is megfelelő állapotú legyen, tehát tanácsos azt is lecserélni erre az időszakra, hogyha kicsit kopott, mert ugye, hogyha menet közben szennyeződés kerül az ablakra, és az el fogja mázgálni, hogyha nem megfelelő minőségű. Célszerű menet közben is figyelni a fényszóró tiszta állapotára, tehát hogyha olyan havas esős időben közlekedünk a járművel, akkor célszerű időközönként azt megtakarítani, mert ugye látni és látszani elve ugye nem csak mi okozhatunk balesetet, hanem mi is részesévé válhatunk egy baleset bekövetkezésének. Tanácsos arra is számolni, nem hiszem, hogy újat mondok a napi közlekedésben résztvevőknek, hogy meg fog ebbe az időszakban nőni a gépjárműnek a fékútja. Tehát baleset veszélyes helyzet esetén, illetve hogyha meg akarunk állni, akkor ez a fékút meg fog növekedni. Nem kötelező még ugyan, de tanácsos a gumijainkat is lecserélni téli gumira, a téli gumi állapotának megfelelő minőségűnek kell lenni, tehát a bordázat mélysége megfelelő kell, hogy legyen, pontosan most változott ezzel kapcsolatban egy jogszabály is. Tanácsos még ebben az időszakban, hogyha esetleg hosszabb útra indulunk, akkor melegtakarót, esetleg némi élelmet berakni, hogyha esetleg külföldre indulunk, akkor mindig tájékozódjunk arról, hogy abban az országban esetleg az adott időszakban kötelezője például a hólánc használata, mert hogyha a határátkelőnél ki van helyezve egy ilyen tábla, akkor csak abban az esetben engedik át a gépjárműket a másik ország területére, hogyha ez a hólánc el van helyezve, tehát egy adott tengelyre felhelyezhető hóláncot kell elhelyezni a gépjárműben. Tanácsos ezzel kapcsolatban, hogyha erre készülünk, akkor kipróbálni egy olyan helyen a hólánc felszerelését, hogyha bajba vagyunk és föl kell szerelni, ne ott okozzon hosszabb idő kiesés, illetve esetleg forgalmi torlódást a gépjármű kerekére való felszerelés. A főutak mentén, illetve hát az autópályán is multiplakátok hirdetik a téli gumi fontosságát, ugye 7 Celsius fok alatt már mindenképpen ajánlatos ennek a használata. Vannak ezek a két évszakos gumik, ugye nem tudom, hogy jól fogalmaztam-e. Ez helyettesíti egyébként a téli gumit? Van olyan jó, mint a téli gumi, vagy mindenképpen ragaszkodjunk a téli gumihoz? Nyilvánvaló, hogy ez költségesebb beruházás egy téli gumi garnitúra megvásárlása, mint a maga a négy évszakos gumi. A négy évszakos gumi igazából egy ilyen univerzális guminak tekintendő, tehát nyáron sem olyan jó tapadása, mint a nyári guminak, illetve télen sem olyan jó tapadása, mint a téli guminak. Nyilván lehet vele közlekedni, tehát télen igazából itt a gumi összetétele, ami lényeges különbség ezekben a gumikban, tehát a hidegre ugye a gumi megkeményedik, a téli gumitnak más az anyag összetétele, amivel ellátják, illetve még az is lényeges, hogy nagyobb mélység a bordázata, illetve nagyobb a szélessége maga a bordázatnak is. Tehát, hogyha havas úton közlekedünk, akkor hamarabb ki tud tisztulni, a hó hamarabb ki tud kerülni a gumiabroncsból. Ugye a bevezetőmben is említettem, hogy a közlekedésnek ugyanolyan résztvevői a gyalogosok, illetve a kerékpárosok is. Ők nem feltétlenül ismerik a KRESZ szabályait, nyilván akinek van gépjárműve vagy motorra levizsgázott, ő valamennyire ismeri, illetve kell, hogy ismerje. Sajnos tapasztaljuk sokszor azt, hogy a kerékpárosok kereszteződésen áthajtva az elsőbségadás kötelező, vagy a stopptábla meglétét sem figyelik, a gyalogosok pedig fejt lehajtva átmennek az ábrán, és nem győződnek meg arról, hogy az az autó, aki közlekedik, vagy aki közeledik, az meg tud-e vajon állni. Tehát ő rájuk milyen szabályok vonatkoznak, vagy mire hívjuk fel az ők figyelmüket?
Hát igazából a közlekedés többi résztvevőjének is nagyon fontos az a tény, hogy az úttesten tartózkodunk, illetve az utcán közlekedünk, mind gyalogos átkelőhelyen, mind pedig az olyan helyen, ahol nincs járda kialakítva az úttest szélén, hogy a forgalomban részve járműek észrevegyenek bennünket. Tehát a látni és látszani elvét be kell tartani. Akkor teten kívül ugye tanácsos fölvenni a láthatósági mellényt. Hamarabb sötétedik, később világosodik, tehát hosszabb az éjszakai időtartam, amikor sötétben burkolóznak esetleg azok a gyalogosok, kerékpárosok, akik nem a szabályoknak megfelelően közlekednek. Ilyenkor tanácsos még jobban odafigyelni erre a dologra és betartani. Nem azért, mert a kollégáim esetleg szankciókat alkalmaznak, hanem a saját testi épségünk védelme érdekében célszerű ezeket a dolgokat betartani. Ugye kerékpárra kötelező felszerelni a világítást, hogyha gyalogosan közlekedünk, ilyen előírás nincsen, de nyilván saját érdekünkben célszerű megvilágítani, illetve mindent megtenni annak érdekében, hogy a közlekedő járműek észrevegyenek. Tehát lakóteleten kívül közlekedünk, ugye például a Hajdúszobát felé, hogyha arról az útszakaszról beszélünk, ott ugye igazából sajnos sem járda nincs kialakítva, sem közvilágítás nincs kialakítva ebbe az esetben, főleg, hogyha szembe is érkezik egy gépjármű, a fényszórója elvakíthatja a másik járműt, és ugye ez nagyon-nagyon veszélyes, és előfordultak már ezzel kapcsolatban is balesetek, mivel nem viseltek láthatósági mellényt, illetve nem voltak kivilágítva az ott közlekedő gyalogosok sem. Én is közlekedem azon az útszakaszon elég rendszeresen, akár sötétedés után is, és a sötét biciklivel, sötét nadrágban, fekete kabátban, hát ez rendszeresen előfordul, és nincs rajta semmilyen világító berendezés a biciklin. Mondjuk maximum egy zseblámpát hátrafelé tart, és azzal próbálja magára felhívni a figyelmet. Sajnos igen, előfordul ez. Megpróbálunk mi is megtenni mindent annak érdekében, hogy ezeket megelőzzük. Nyilvánvaló a szankció egyfajta kvázi megoldásként kell, hogy szerepeljen ebben a dologban. Sajnos ezt a társadalomnak kéne, illetve a közlekedő embereknek kéne belátni, hogy ez a saját érdekük. Tehát nem azért kell felszerelni a kerékpárt is ezekkel a berendezésekkel, hogy az intézkedő rendőr ne bírságolja meg, hanem sajnos be kell ülni a volán mögé, és meg kell győződni arról, hogy mit fog látni az a gépjármű vezetője. Tehát nem fogja észrevenni, és akkor el fogja ütni, és kiesik a munkából, esetleg más komolyabb probléma is keletkezhet ezzel a balesettel. Közelednek az ünnepek, ilyenkor nagyon sokan kelünk útra, hogy a távolban levő családtagjainkat meglátogassuk, együtt ünnepeljünk. Nagyon sokszor tapasztalom azt, és ez a nyári vakációk során is előfordul, hogy a közösségi oldalakon kiposztolják, hogy ide meg oda megyünk, vagy már ott vagyunk. Ilyenkor gyakran válhatunk bűnözők áldozatává, illetve hát az őrizetlenül hagyott lakásunk válhat betörők áldozatává. Így van, tehát nagyon jó ez, amit feltettél ez a témát, tehát elég sokan esünk abba a hibába, hogy szeretünk mindent megosztani másokkal. Ezek az információk, azok az információk, amelyek igazából a mi ismerőseinkre tartoznak, hogyha mi azt úgy gondoljuk, ezeket a közösségi oldalakat nem csak a mi ismerőseink láthatják, hanem bárki hozzáfér ezekhez az információkhoz, tehát véleményem szerint is bizonyos mértékű kockázatot rejt ez magában, hogyha ezt kiírjuk, hogy tólig nem tartózkodunk a lakásunkon, de ez nem tanácsos szerintem ezeket megosztani, ezeket a dolgokat, sőt én inkább arra hívnám fel a figyelmet, hogyha hosszabb időszakra elutazunk, távol vagyunk a lakásunkról, akkor próbáljunk megbízni valamelyik ismerőst, hozzátartozót, szomszédot, hogy mint hogyha hóesés van, akkor a hóeltakarítást elvégezze az ingatlanunk előtt, illetve a postaládából érkező reklámújságokat kiürítse, illetve megfelelő helyre elhelyezze, illetve néha nézzen rá a lakásra, és hogyha valami probléma van, akkor azonnal tudjon segítséget kérni, vagy a rendőrséget, illetve hogyha hozzátartozott, vagyis hát a lakás tulajdonosát értesíti. Mert hogy például akkor a bűnözők azt is figyelik, ha a postaládában több a szóróanyag vagy a levél, mert akkor ezek szerint nyilván nem üríti a tulajdonos? Nyilvánvaló, hogy van egy nagyon régi közmondás, amelynek az arról szól, hogy alkalom szüli a tolvajt. Gyakorlatilag ezek az emberek, akik bűncselekményeket szeretnének elkövetni, tehát anyagi haszonszerzés véget általában követik el ezeket a bűncselekményeket, ezek nem úgy, nem konkrét címre, konkrét helyre érkeznek, hanem a gépjárművel, vagy esetleg gyalogosan feltérképezik a településen található ingatlanokat, akik ismerik az ott tartózkodókat, ismerik az ott lakókat, ismerik a járműveket, azok észre tudják venni, hogy nincs eseperve a hó, nincs kiszedve a postrádából a levél, és egyébként meglehetősen jó anyagi körülmények közt élnek, akkor nyilván fokozott kockázati lehetőséget jelent arra, hogy esetleg ott egy bűncselekményt fognak elkövetni.
Az évvége nem múlhat el szilveszteri buli nélkül, melynek részét képezik manapság ezek a nagy hangot produkáló pirotechnikai eszközök. Melyiket lehet használni, melyiket nem lehet használni, és mikor lehet használni? Igen, ebben az időszakban előtérbe kerülnek ezek a pirotechnikai eszközök. Ezeket nemzetközi szabályok, illetve egy kormányrendelet szabályozza ezeknek a használatát és a megszerzését. Igazából hatóanyag, úgy mondjuk, hogy nettó hatóanyag tartalom alapján különböző kategóriába sorolják ezeket az eszközöket. A mindenki által és egész éven beszerezhető az az egyes, illetve kettes kategóriába tartozó pirotechnikai eszközök. Kettes kategóriába tartozik például jellemzően a tortai tűzijáték, illetve a csillagszóró is. A hármas kategóriára egy speciális szabály vonatkozik, ez pedig előír egy időtartamot, amikor megszerezhetjük, tarthatjuk magunknál, illetve ezeket felhasználhatjuk. Bocsánat, ezeket szokták akkor ilyen parkolóban árulni, ilyen bódékból? Tehát fix elárusító helyek is vannak ugye a kettes, illetve az egyes kategóriára vonatkozóan erre az időszakra, pedig, ami mondom is az időszakot, december 28 és december 31 között lehet ezekhez az eszközökhöz hozzájutni. Vannak legális árusító helyek, illetve nyilvánvalóan árusító helyek, ahol egész évben be lehet szerezni, kivéve ugye a hármas kategóriájut, illetve ideiglenes jelleggel szoktak kapni engedélyt, ahogy említetted is, konténeres árusításra, különböző nagyobb multiknak a parkolójába. Ezek is időszakos engedéllyel rendelkeznek, tehát itt is, hogyha megvásároljuk ezeket az eszközöket, akkor nagyobb biztonsággal fogjuk tudni azokat felhasználni. Persze nem szabad elfelejteni, hogy ezek az eszközöket csak itt lehet megvásárolni, piacon, utcán idegen embertől, vagy más utcajárustól megvásárolni ezeket nem tanácsos. Ennek ellenére, hogyha ezeket legális árusítóhelyen vásároljuk meg, akkor is ezek fokozottan tűz és robbanás veszélyesek. Minden eszközön feltüntetésre kerül a felhasználási útmutató. Tehát hogyan kell használni, milyen körülmények közt, lakásban, benn, vagy csak kültéren. Általában hármas kategóriájuk, azok kültéren használhatóak. Felnőtt embernek lehet használni, nem lehet ittas az az ember, aki ezt felhasználja. A felhasználási időszak egyébként az még ennél is szűkösebb, tehát december 28-31 között lehet megszerezni, tartani. Felhasználási időszak viszont csak december 31-én 18 óra és január 1-én reggel 6 óra közötti időtartamra szűkül le. Ebben az időszakban lehet ezeket az eszközöket elműködtetni. A használata során nagyon-nagyon körültekintően kell minden esetben eljárni. Tehát ha azt írja elő, ugye ezek nagyobb teljesítményű eszközök, nagyobb töltettel rendelkeznek, nagyobb a hanghatása, nagyobb a fényhatása, hogy le kell rögzíteni, akkor azokat megfelelő módon rögzítsük, mert hogyha elindul a szerkezet, beindul ugye akár egy sorozatlövőről, vagy bármiről beszélek, utána nem fogunk tudni oda menni a közelébe, és hogyha elszabadul az eszköz, akkor nagyon komoly károkat, esetleg tűzet is okozhat, vagy személyesülést is okozhat. Fontos azt is tudni, hogy abban az esetben, hogyha ezeket az eszközöket nem használjuk fel ebbe a megadott időszakban, akkor a fel nem használt eszközöket kötelesek vagyunk tétés nélkül visszaszolgáltatni, illetve visszaleadni ezeket az ezeket elárusító helyekre, tehát ezeket otthon magunknál nem tarthatjuk. Ami a dologhoz még hozzátartozik, a köznyelvben petárdaként ismert szerkezet, ez továbbra is a tiltólistán szerepel, tehát ezt mind megszerezni, mind tartani, mind pedig felhasználni tilos. A szabályszegőket ugye a szabályosítási törvény rendelkezései alapján 150 000 forintig terjedő szabályosítási bírsággal lehet sújtani. Ezek az eszközök ugye ilyen cigaretta, mint egy cigaretta szállójasmé formájuk, nagyjából a méretük is hasonló. Ezek kifejezetten a hanghatás miatt használják környező országokban, azért nyilván ezekhez hozzá lehet jutni. Itt Magyarországon ez tiltott, nyilván pontosan azért abból a célból kifolyólag, mert ugye ez komoly baleseti veszélyforrás, tehát ugye ezt eldobják ezt az eszközt, nem lehet kontrollálni, hogy merre fog elműködni, mikor fog elműködni. Ugye egy ilyen cigaretta méreg, tehát ilyen dörzshatás alapján indul be ez a szerkezet, igazából nem lehet tudni, hogy mikor fog ez beindulni, van némi késleltetés, de az, hogy az üzemelni fog, az csak amikor beindítjuk, akkor fogjuk megtapasztalni. Vannak ezekben az eszközökben is fokozottabb veszélyesek, tehát egyébként veszélyes és tilos ez a szerkezet. Vannak olyanok, amelyek nem is egyszerre durranak, hanem többszöri durranás idéznek elő. Vannak olyan
eszközök, amelynek akkora hanghatása van, amely akár tehát halláskárosodást is okozhat. Ezért van ez, hogy tiltják ennek a megszerzését, tartását, illetve a felhasználását. Nagyon szépen köszönöm, hogy bejöttél hozzánk, és megosztottad velem, illetve hát a tévénézőkkel ezeket a jó tanácsokat. A tévénézőknek pedig köszönöm a figyelmet, legyen békés és áldott karácsonyuk, illetve boldog új évük, viszontlátásra! Viszontlátásra.